Üdvözlöm mindenkit, én Killing 2007 vagyok, és most World of Tanks blitzezni fogunk, amíg települ a World of Warship blitz, mert ahogy már letöröltem, viszont most újra le fogom tölteni, és lehet vissza tudok lépni a régi accountomban. És arról is fogok ma videót felrakni. De amíg települ, addig most volt blitzezni fogunk. És a T-34-jel fogunk mi szerintem. De még gondolkozom. Hát, még kicsit kell várni szerintem, amíg betölt, de eddig a World of Warship-ra. Azt, ahol ott hagytam abba a múltkor, hogy szinte mindenhol egyes hajón volt. Az amerikaiakat fejlesztettem. Volt egy olyan hajom, ami így harcol, és van egy ilyen, volt egy anyahajom, azt hiszem, ahol ott hagyottam abba, nem tudom, de erre emlékszem, már nagyon rég játszottam vele, ugye? Na, mindjárt be is tölt. Itt van. Szerintem menjünk egyet a T-25-tel. Ugye ez prémium tank. És egy konténerből kaptam. Most kinyitjuk az egyik konténert. 5 combat boosters. Na, ugye T-25 itt nagyon sok ilyen kis tapasztalati ponton van, csak nem tudom sehol fejleszteni, pedig 10.623 van. Szerintem most a 4-es tankok közül a ezzelre gyűjtnék majd, mivel hogy mindjárt megvan a Stuk 3G, 7000. Tapasztalati pont kell, abból van 1310 és 645 és 400 000 kredit, de most nem ezen megyünk, mert ez nagyon lassú. Szerintem most menjünk a T-25-tel és a T-34-jel, csak le kell szűkítenem valahogy. Így. Szerintem előbb megyünk a T-25-tel, az stank.
Az volt a legelső ötös tankom. Utána szereztem meg a T-34-et, utána az SU-85-öt, és így tovább a többit. Sokat sebez ez a tank. Szinte egyenrangú a Stuk-3G-vel, ahol itt is látszik. Hát, a Stuk-3G úgy tűnik kicsit jobb. Viszont úgymond velem egyenrangú a T-34. Jaj, ezt a pályát nagyon szeretem. Aztán ugye láttátok, hogy az előző videóim közt volt Brawl Stars, meg Critical Ops. Azokról még fogok ilyen videókat készíteni. A Brawl Starsról majd ma 4 óra környékén, az talán. Igen, aztán még fogok Minecraftról is videókat készíteni, csak hát mondjuk úgy, hogy még nem tudok, de hamarosan, nem biztos, hogy ma, de hol már van rá esély, hogy holnap már fel fogok rakni Minecraftról is videókat. Majd én bánya projektről fogok. És hát igen, bánya projektről fogok. De hoppá, lesz még más is. Na már lőnek, 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 lőnek. Na most menekülök. Szerintem ki fognak lőni. De ezt az lövés még beletem. Sós. És kész. Kilőttek, kész. Hát meghaltam túl közel, merészkedtem az ellenséghez. Jó. És akkor most menjünk egyet a T-34-gyel, amit úgy csinálunk meg. Így. Jól látom, szerintem ez olyan lesz, hogy ABC pont, és úgy. Nem tudom, de valahogy így. Ott van a Firefly. Ugye azt lehet megszerezni ilyen 30-as, level 30-as ilyen boxból. Hoppá. Na, itt ugye már látszik. Menjünk a célra, mert az közel van. Mert mondjuk ott vannak az ellenfél. Azt, hogy 1000 HP-ja van. Na. Megpróbálom rálőni. 76-os sebzet. Jó, akkor megyek a B-re. Hát a könnyebb. Ez a pálya, ez jó, ez a oázis. Opa, valaki eltalált. Ez az oázisos pálya, ez nekem tetszik. Hoppá. És itt is van. Jó, akkor elfoglaltuk az át. Sos.
Jó, szerintem ki fognak lőni. De jönnek. Na, egyik te hát, szerintem veszünk. Az a jó, míg az A, B pont a miénk. És így kapunk pontokat, ugye ott látszik fent. 430, 435, 440, 445, így tovább. Szerencsére pirosak, mondjuk úgy, hogy annyira gyögyák, hogy nem próbál, egy ide nem foglalják. Most kezdik el a C pontot foglalni, de azért ehhez grett. Még egy tank van. Hoppá, az itt is van. J5, 34. Egy másik négyes. Őt is. Hát, szerintem elvesztettük. Ja. Nem baj, úgy látom, hogy települt a World of Warship. Veszettük. De nem baj. T25-nél is vesztettünk. Nem baj. Na, szerintem ez a videó egyelőre ennyi is lett volna. Még kinyitok egy konténert. Ja nem, hát akkor meg. Na, akkor ez a videó egyelőre ennyi is lett volna. Sziasztok!